Jó estét kívánok! Önök az Érdi Városi Televízió híradóját látják február 1-én, szerdán. Csalók is gyűjtöttek adományokat a habilitációs központ részére. A vezetőség felhívja mindenki figyelmét, hogy a központnak kizárólag telefonos úton gyűjtenek. A napokban feltűnt néhány olyan adománygyűjtő a városban, akik csupán saját célra gyűjtöttek a habilitációs központ nevében. Az intézmény kizárólag egy alapítványon keresztül telefonon gyűjt adományokat. A Szociális Gondozó Központ Habilitációs Központ és Korai Fejlesztő Központjának egy alapítvány, a Szent Vitus Alapítvány gyűjt évek óta adományokat, és a befolyt összegből nekünk vásárolnak olyan tárgyakat, olyan eszközöket, amire szükségünk van. És ezúton szeretném kérni a lakosságot és bármely adományozót, hogy csak ilyen formában történő, tehát telefon útján keresik meg az egyéneket vagy a vállalkozókat, és nem személyesen. Tehát ez nagyon fontos, hogy Szent Vitus Alapítvány és Habilitációs Központ részére gyűjt, akik a Hivatalnok utcában vannak, sérültek, fiatalok számára ebből fejlesztő eszközöket és különböző tárgyakat vásárolnak nekünk. A Habilitációs Központ minden támogatást szívesen vesz. A pénzbeli adományok egy részét fejlesztésre, a másikat technikai eszközökre fordítják. Ezen kívül örömmel fogadják a sérült gyerekek és fiatalok fejlődését, jobb közérzetét biztosító tárgybeli adományokat is. Arra azonban ügyeljenek, hogy az ajtón nem kopog olyas valaki, aki valóban a nemes célra gyűjtene. Már csak szűk egy hónap, és megkezdődik a vasúti átjárók átépítése. Az építkezés közel egy évig tart majd, amely valószínűleg a közlekedésben is okoz némi fennakadást. A probléma megoldására már vannak tervek. Márciusban megkezdődnek a munkálatok a vasúti átjárók területén. A munkafolyamat több fázisból áll, de a nehézségekért kárpótol majd bennünket, ha elkészül a dupla aluljáró. Először a Diósdi úti aluljáró rendszer építése kezdődik meg. Ez ugye mindkét vasútvonal alatti aluljáró építését jelenti, a két vasút között egy fedett szakasz megépítését, ami gyakorlatilag egy alagútként fogható fel, és hát nyilván a mindkét oldalon, a gimnázium oldalon is, meg a körforgalom oldalán is egy kapcsolódást a város útrendszeréhez. Ez tulajdonképpen öt hidat jelent, mert két vasúti hidat, az alsó vasúti híd jobb és bal oldalán két közúti hidat, ahol visszafordulnak a forgalomat biztosító utak, illetve a Mária utca átvezetését is meg kell oldani, mert nyilván az továbbra is nem elzárt, nem elszakított utca lesz, tehát a Lispán utca, Mária utca nem át fog futni. Hogy a közlekedés ez idő alatt is zökkenőmentes legyen, a forgalom számára elterelő utakat biztosítanak. Két terelő út van most kijelölés alatt, ezeknek a szemléje, a átalakítási munkái, az egyeztetés a busz, a volánnal és egyéb munkák folynak. Egyik a Poros út felé történő terelés, Poros úton keresztül a 70-es út felé történő terelés, a másik pedig az Esküt utcai sorompós átkelő helyeknek, tehát a Vörösmarty utca felhasználásával, ennek az ágnak a felhasználásával lévő terelő út. Nehezíti a kivitelezők munkáját az is, hogy a munkálatok ideje alatt a vonatközlekedést is biztosítaniuk kell. Ez a munka egy jó éves időtartamra van ütemezve. Itt nagyon-nagyon összehangolt munka kell, mert ugye a három vágányból, az alsó egyből, illetve a felsőnél lévő kettőből mindig csak egyen lehet vágányzárat elrendelni, és ott is csak nagyon rövid időre, zömmel éjszakai órákban és pár órára, mert olyan nagy a két vasútvonalnak a forgalma, hogy így is óriási problémák lesznek belőle, nem csak a közúton, hanem a vasúton is. Ebben a pillanatban szabad jelzést mutat mind Érd alsó, mind pedig Érd felső vasúti átjárója. Ez ritka pillanat, hiszen ezen a két vonalon naponta 290 vonatszerelvény halad át.
Március elején azonban mindkét sorompó lezárul, és csukva is marad egy éven keresztül, de azt hiszem érdemes várnunk, hiszen utána akadálytalanul juthatunk át a vasúti átjárók alatt. Érdváros önkormányzat képviselőtestülete egészségügyi vitanapot tart február 2-án csütörtökön 13 órai kezdettel a Polgárok Háza házasságkötő termében. A vitanapot a testület SZDSZ frakciója kezdeményezte. A vitanapon az érdeklődők több előadást hallgathatnak meg, mind az érdi intézményben tevékenykedő biztosok munkájával kapcsolatban, mind pedig a környező települések egészségügyi intézményeinek működési mintáival kapcsolatban. A vitanapot csütörtökön 13 órai kezdettel a Városi Televízió élőben közvetíti. A Kárpát-medence térképeiből nyílt kiállítás a Magyar Földrajzi Múzeumban. A térképek Szántai Lajos gyűjteményéből származnak, és az elmúlt több mint 500 év munkáit ölelik fel. A térképeket szerető körében már bizonyára nem ismeretlen Szántai Lajos neve, hiszen az ő munkája az Atlas Hungaricus című kétkötetes könyv, ami 1528-tól 1850-ig öleli föl Magyarország nyomtatott térképeinek történetét. Az eredetileg vegyészmérnök, 56-os menekült Párizsban gyűjtötte össze híres térképgyűjteményét. A nemrégiben elhunyt gyűjtőt fia képviselte a megnyitón, aki Franciaországban nevelkedvén már nehezen válaszolt kérdéseinkre magyarul. Egy kicsit csak beszélek, és az sok idő ezelőtt kezdett gyűjteni a térképeket, az a 70-es években, és akkor otthon mutatta nekünk is a térképeket, és én is most sok emlékem van, hogy láttam sok térképeket, és hogy tisztított a térképeket. A fiú nem szakadt el messze apja szenvedélyétől, hiszen meteorológusként a lehető legpontosabb térképeket, a műhold felvételeket elemzi. A kartográfia azonban csak a legutóbbi időkben tud ilyen pontosságú alapokon térképeket készíteni. Egészen meglepő, hogy milyen sokáig kellett várni a pontos térképekre. A mai térképeink nagyon pontosak, sőt, már azt mondhatom, hogy tényleg a két világháború között is nagyon pontosak voltak, hogy az 1920-ban alakult Honvéd akkor nem Honvéd térképészeti intézet volt, mert az nem lehetett Trianon miatt, csak állami térképészeti intézet, de katonák csinálták, nagyon pontosak voltak, világszínvonalúak, de a fejlődésről igazán nem nagyon beszélhetünk 1806-ig. Ugyanis addig az összes térkép, tehát amit itt látunk ezen a kiállításon, ezek mind másolatai a korábbi térképeknek, nem nagyon felmérés. De felmérés nem volt igazán az ország egész területéről. 1806 az az év, amikor Lipszky János elkészíti az ő Magyarország térképét már részletes felmérések alapján. Ez nem csak azt jelenti, hogy mért, hanem csillagászati hely meghatározásokkal pontosította is a térképét, és ez a térkép nem csak magyar ember csinálta, magyar vetületet szerkesztett hozzá, magyarok rajzolták, magyarok nyomták, hanem az is azért is érdekes, hogy ez már nagy mennyiségbe készült, és ez terjedt el Európa szerte aztán. A különleges térképekből álló kiállítás május végéig látható a Magyar Földrajzi Múzeumban. 2005-ben 32 ezer embertől volt kénytelen megválni munkahelye, közel 5 ezerrel kevesebbtől, mint egy évvel azelőtt. Az elbocsátási hullám főleg a közigazgatáson, a szociális és az oktatási szférában söpört végig, írja a Világgazdaság. Tavaly csaknem 2200 cég döntött a létszámbővítés mellett. Ők összesen 53 ezer újonnan felvett munkatársal gyarapodhattak a tavalyi év folyamán. A foglalkoztatási hivatal statisztikája azt is tartalmazza, a vállalatok részint elővigyázatosságból, részint költséghatékonysági okokból nem szívesen válnak meg a már bevált munkaerőtől. Becslések szerint idén előreláthatólag 40-50 ezres foglalkoztatás bővülést tervez a hivatal.
A ködös, kötfelhős órákat délután felhőzetvékonyodás követi, de talán olyan erős napsütés nem lesz, hogy a medve visszameneküljön a barlangjába. A népi jóslás szerint tehát rövid télre számíthatunk. A hőmérséklet hajnalban -4, kora délután +1 fok körül alakul. Önök az Ért Televízió híradóját látták február 1-én, szerdán. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!